Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez azt igen. Itt aztán van frame drop. Nem is kicsi. Folytatjuk a Sherlock Holmes-t. Íme. Így már egy kicsit jobb. Hát igen, ez a Gauss filter azért oda tesz. Ugye, hogy elhomályosítva a háttér, azért ez, tehát a GPU megköszöni. De hát Istenem, ez ilyen. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, szép estét! Ahogy mondtam, folytatjuk a Sherlock Holmes-t. Tetszett a játék? Picit elakadtunk, ahogy megnéztem, nem olyan vészesen, mert kb. Egy órát akadhattunk el, ugye a tutoriában. Jó, hát a tutoriában is el lehet akadni, na, Istenem. Hát ez van. Jó. Úgyhogy innen folytatjuk. De még mielőtt belekezdünk, Shedit Adri, streamen kívül feliratkozott. Nagyon szépen köszönöm a 3 hónap támogatást, és hogy ilyen régóta itt vagy, és hogy ilyen aktívan itt vagy. Nem tudom, mikor volt olyan stream utoljára, hogy nem voltál itt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy mindig itt vagy és nézed, és kellemeseket röhögsz a bénázásaimon. Viccelek, tényleg nagyon szépen köszönöm a támogatást, és hogy itt vagy. Na, folytassuk. Oké, remélem technikailag is rendben vagyunk. Jó, na, reméljük ez a continue működik. Oké, itt akkor most tippeket ír. Jó. Oké. Hello, Flappy-e. Van te a parancs, meg van jelen parancs, meg van szia parancs. Oké, itt hagytuk abba, ugye tényleg ez a tutoriálnak a vége. Hú, hogy is? Az a baj, hogy régen játszottunk már, egy hete, értsd, és ennyi alatt én... Hú, most várjátok már, mert hirtelen... Ja, lehet, hogy eddig is volt ez a wardrobe, csak... Oké... Ez mi? Ja, ezeket nem tudom, ezek most nem elérhetőek. Na mindegy. Oké, itt tudnánk fejfedőt rakni, szemüveget, bajuszt, make-up, vagy smink, igen, nehéz szó. Ez ő pedig John. Ja. Oké. De még nincsen. Hát gondolom ez majd azért kell, hogyha ilyen áruhát kell, akkor ezt föl tudjuk dobni, a körszakállat. Igen, Flappy, a pénteki alkalmak, legalábbis a Prog 2-es hallgatóknak a pénteki, a befprogosoknak meg nyilván az összes, de ott egynek számít. Jó, oké, itt a térkép, ez mi? Nem tudom, itt vagyunk. Jó, hát, ja, és akkor a térképen van egy pár ilyen dolog bejelölve, de az nem olyan érdekes. Oké. Jó. Szia, Rémiás! Őszintén szólva, én nekem nagyon tetszik, kicsit elakadtunk a tutoriába, de annyi baj legyen, nekem nagyon tetszik ezek a mechanikák, hogy kiderül meg ahol, ahogy végig tudjuk gondolni, tényleg nagyon jó. De még azért nem dicsérem agyon, mert még az elején járunk. Na, azt lenne jó tudni, hogy mit kell csinálni. Na, ez az, amit megcsináltunk. Oké, és akkor itt vagyunk. Igen, itt volt az, amikor a...
Jó, itt a szeánsz, ez ennek kapcsán volt egy nyomozás, ugye? Jó, ugye Lukával kifutott a dolog. Oké, és kerestünk egy asztalt, mindegy, amúgy. Rémiás, erre gondolsz a Sherlock Holmesra? Mert most az első rész, tehát tegnap raktam ki. Szóval megy majd, persze, hogy ne YouTube-ra megy ki, persze. Oké. Jó, és akkor mit kell csinálnunk? Jó, itt a Mother's Love, hát itt még sok minden nincs, mert még bizonyítékokat nem gyűjtöttünk. Szuper, Rémiás, köszi szépen. Ott tényleg az első rész most került ki, azt hiszem tegnap. Talán. Nem emlékszem, hogy ütemeztem, de ja, már ott van, és ez is fog majd menni. Oké. Jó, hát ezt most pineljük. Mert akkor valószínű ezzel kell valamit kezdenünk. És kérdezzem meg a recepcióst a szobáról. Ja igen, mert még a szobába nem tudtunk bemenni. Jó. Ez a hotel. Hát igen, azért. És most megnéztem, ez sima Unreal Engine egyébként. Segít, Adri, várjál, mert most próbálom megérteni. Ezt biztos ide akartad írni, Segít, Adri, mert nem biztos, hogy ide tartozik. De tudomásul vettem. Na, megnézem a térképen, hogy hova kell menni. Hát ide az a hotelbe, csak hogy megyek be a hotelbe? Haló, valaki engedjen be a hotelbe. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Ó, ez a fast travel. Gondolom. Na mindegy, nem tudom hova jöttünk, de majd mindjárt kiderül. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Szerintem a diskurzusok halkak, de mindjárt.
Adtam is rá egyébként hangot. Voices. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor. Jó, hát a beszéd meg az effektek legyen meg. Jó hangerőn. You already knew my name and seem aware. Elvileg azt hallom, amit ti, de Twitch-nél sose lehet tudni. Jó, hát akkor mégsem a recepcióst kell megkérdezni. Szóval, akkor átjövünk. Ó, oké. Jó, tehát virágok, meg emlékezni a temetésre. Jó. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Hogy is volt? Már elfelejtettem az irányítást. Jaj, itt van. Még? Mikrofonra már nem nagyon tudok többet adni, mert a zajszűrés nem valami jó, aztán bezajosodik, de játékra adtam még egy kicsit. Hogy volt? Do you know anything about this? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Could you help me? It's funny when someone like you asks someone like me for help. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Okay, super. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Okay, de most akkor keressük meg, hogy hol van a... Na, várjatok. Erre tudunk kimenni, az biztos. Hogy is van? Ah, oké, így már oké. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Jó, akkor itt végig kell mennünk. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Okay. Megvan.
pocket watch. It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. Cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Okay. This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Tehát most azt kéne kideríteni, hogy ki tette oda a pocket watchot. Kérdezzünk meg itt a fickót. Hát, ha tud valamit. May I ask you something? A man like you should not speak to a man like me. Na. Tehát kevesebb, mint fél órával ezelőtt gyújtották meg azt a gyertyát valószínűleg. Jó, hát akkor körbe kell néznünk valahol. Jó. Aha. Ja, és akkor most jönnek ezek a lábnyomok. Divatos zsírúj cipő volt. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Tehát 5.5 láb magas. Vagy 5.5 láb alacsony, ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Jó. Jaj. Oké, hát itt más nem nagyon látok. Ah, ja jó, itt van ez a nyomkövetős dolog. Aha. Bicikli. You were about to tell me the make and model of tire, but let me assure you, I do not care. Nem érdekli, hogy milyen. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Egyszer majd akarok venni egy ilyen, hát, biciklit. Nem biztos, hogy ez a jó szó rá. Nem tudom ennek pontosan mi volt a neve. Kerékpár. Hát, Shadit Adri, meglátjuk. Valami biztos lesz. És itt van. He mustn't be far away to leave it unattended. It's stained with oil paint. Olajfesték. Egy fotó. Nem tudom úgy fordítani, hogy jó legyen. Írás. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. Mercurio. The hospitaler crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Tehát a temető túloldalán van, vagy a távolabbi végében. Na, mi van még itt? A portable easel was kept there. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Tehát ez egy festő. Akkor ezek szerint. Oké. Okay. Hát XRT nekem ez mondjuk úgy a negyedik óra lehet most.
tudok mit csinálni. De hogy mennyi idő, azt szerintem meg tudod nézni a howlongtobeat.com-on. Mert ott így átlagban meg tudják mondani, hogy mennyi. Jó, ide el kéne jönnünk. Itt meg valakivel majd beszélnünk kell. Jó, akkor ide jövünk. Érdekesek ezek a spotok, ahogy leteszi. Vagy hát pontosabban nem teszi le. Na mindegy. Oké. Hát megpróbálunk elmenni ide. Hát várjatok. Lehet, hogy akkor itt lenne valahol. Lehet, hogy itt lesz inkább. Ah, itt van. Itt az öreg fa. Igen, ez az. És itt a festő. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure, answers, penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Érdekes, tehát nem ugyanazt hallották, hogy hogyan ment el az anyuka. Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Tehát van a városházi archívum, a rendőrség, illetve a hát Cordona Chronicle, azt gondolom, ami újság, tehát ilyen napilap, ami információkat szolgáltathat az ügyről. És hogyha nyomozunk, akkor gondoljuk végig azt, hogy melyik lett a legjobban illeszkedő helyszín. Hát nyilván mondjuk egy ilyen, most a fickó mondott egy olyat, hogy
volt valami nyomozás anyuka ügyében. Hát, na mindegy. Oké. Okay. Jó. Na, hát sokat nem tudtunk meg. De az biztos, hogy valami furcsa dolog történt. Jó, beszéltünk is a Werner Vogel. Vagy Vogel, ugye ez nem lehet tudni. Jó, és akkor itt van egy update. Tehát ő hagyta ott akkor a sírhelynél az órát. Tehát azt állította, hogy ő így adta vissza azt, ami amúgy a miénk. Hát, oké. Okay. Ja, és akkor itt írja, hogy volt egy rendőrségi nyomozás anyuka halálának az ügyében. Kételkedik, hogy ez igaz, de megnézhetjük a rendőrségen. 10 évvel ezelőtt itt ez a Grand Serai környékén lakhattunk, ez segíthet valamit. Hát akkor valószínűleg a rendőrségre kell mennünk, olvasni. Gondolom én legalábbis. Szóval XRT, hát egy másfeles szerintem simán mehet, de a kettő se ördögtől való. Na most a kérdés az, hogy bejelöli nekünk a... Ez mi? Mi ez a temető? Itt van a Chronicle, ez az újság. Itt van egy rendőrőrcs. Ez meg a városháza. Jó, hát akkor gondolom a rendőrőrcsre kell menni. És gyalog kell menni vajon, vagy? Meg itt akkor most ki tudunk menni, elvileg? Igen. Jó, ez amúgy egy open world game. Szóval mehetünk gyalog is. Legalább megnézzük a helyet. Hát igen, amúgy Rémiás mondta is, hogy tényleg azért az Unreal Engine-nel már elég sok mindent tudnak. Brutális. A új verziót próbáltam ki, nyáron volt itt az egyetemen egy e-sport tábor, aztán gondoltam, hogy legyen egy kis tanulás is, és megkértem két nagyon kedves kollégámat, hogy kicsit az Unreal Engine-ről mutogassanak már pár dolgot. És az új verzióról ráadásul. Tehát az Unreal Engine 5-ről, és föltelepítettem egy gépre a demo verzióval együtt, hát valami brutális. Hát ha esetleg van hozzá megfelelő gépetek, akkor majd próbáljátok ki. Hát csak ez a kis demo tutorial projekt valami 100 GB, de valami egészen félelmetes, hogy néz ki. Hát hogyha a gamingnek az a jövője, hogy egy sima Unreal Engine így néz ki, mármint úgy, mert ez is jól néz ki, de az... Hát akkor az azért elég komoly lesz. Megyek körbe-körbe. Jó, erre itt átjövünk a hídon. Hát igen, mondjuk az engine-nek, tehát ha tényleg fejleszteni is akarsz, akkor ahhoz brutális gép kell, az kétségtelen. Jó, itt föl. Oké, okay, és akkor itt vannak fast travel pointok is. Nagyon jó, szuper. Hoppá. Ez... Ó,
Van dinnyéje a csávónak. Can you satisfy my curiosity? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Ah. Extra! Extra! Look at what you've done! Criminal Luca Galici, posing as a medium, confesses to the strangulation of a noblewoman! The cheapest news on the island. Okay, és akkor így meg tudjuk venni a... az újságot. Mi az az egy? Egy dollár? Vagy egy font? Vagy... Thank you. Igen, egy font. És akkor most itt van nálunk az inventory-ba az újság. Aha, itt elvileg ez az. Ha jól értem. Igen, akkor valószínű ez van a cikkben. Hát igen, Rémiás. Most is a Prog2-n csinálnak a hallgatók sok ilyen árilás projektet, és tehát, valaki például úgy mutatja be, hogy így ilyen remote desktoppal a otthoni gépére, mert a laptop azt mondta, mondja, hogy egy esélytelen. Tehát még a buildet csak-csak elvinné, de az, hogy magát a fejlesztő környezetet, az szerintem esélytelen. Hát, amúgy nem néz ki rosszul. Oké. Okay. A rendőrségre megyünk, még mielőtt elfelejteném, nagyon elkalandoznék. Hát itt végig egyenesen és pont neki megyünk. Ó, kecske is van. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Ja, jó, így csak a izét tudjuk. Azt hittem meg lehet venni, vagy ilyesmi. De nem. Hát ez van. Micsoda kis tér van itt. Oké, okay, akkor Police Station is egy fast travel point. Annak örülök, hogy nem kell mindig eljönni ide. Na. Oké, okay. És akkor itt vannak a rendőrurak. És ez a rendőrség. Én semmit. Megfőzni. Nem, semmi ilyesmi. Oké. Okay. És akkor itt most... Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scalardio's been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talked to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it.
as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Jó, tehát valaki bezárta magát a levéltárba. Talán mondhatjuk így. És a sketch artistnak kell segítenünk. Adott egy címet. Oké. De hova? Ja, itt van. Oké, hát kicsit nehezen igazodok még ki. Oké. Knights Road, Trinity Way. Tehát a Lovag utca, Lovag út és a Szent Háromság út. Oké. És ez se rakja ki térképre, tehát nekünk kell megkeresni. De legalább itt van Scaladio-ban. Itt a Trinity Way. Knights Road, akkor ez lesz az. Így van. És ezzel ide tesszük a... Oké. Tehát akkor elvileg itt kell lennie valahol. Pillanatok alatt ott vagyunk. De mindjárt megnézem, hogy lehet, hogy kiteszi, csak ki kellett jönnünk. Nem tette oda. Jó. Akkor ezt magunknak kell megtalálni, majd mindig valószínű, hogy hova kell menni. Anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Atelier. Az mi? Oh. Ádámban, igen? Na jó van akkor. Egy nő mindig meghal a végén, az a helyzet. Oké. Mrs. Nini? I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketcher, signore. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal, if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Okay. No. Nézzük meg a ruhát. John mindig itt van. Ah, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first.
Remélem, majd megtarthatjuk. Vagy én itt most éppen kirabolom a nőt, vagy mi van? Jó, és a kérdés már csak az, hogy kell kinézzünk. Oké. Tehát szemüveges volt, az tuti. Ja. Na, ez mondjuk mókás lenne. Hát próbáljuk meg. Oké, és akkor itt átjövök a wardrobe-ba. Hát, ilyen ruhánk van. Oké, ilyen nagy kalap van rajta. Hol van? Itt van. Nagy kalap. Szemüveg nem volt rajta. Némi arcszőr. Igen. Ilyen nyakizé kellene. De olyanunk meg nincs. Oké. Hát mondjuk úgy, hogy valamelyest hasonlít. Tehát a szőrzet, öregek vagyunk, nagy kalap, cilinder talán. Hát ez valami ilyen zakóféle, vagy ilyen kabátféle lehet. Hát ilyenünk nincs szerintem. Ó, itt írja, hogy mennyire vagyunk olyanok, ami ennek lennünk kéne. Talán. Hát ez biztos nem. Ja, vagy ez a, lehet, hogy ez a hogy mennyire vagyunk nem felismerhetőek talán. Na mindegy, majd kiderül. De így már hasonlítunk az öregre, az biztos. Szemüveg nincs, bajusz, hát ez a szalszőrzet van. Öregek vagyunk, John meg olyan, amilyen. Ja. Ez csak XRT a kiírja ide, hogy milyennek kéne lennünk. Ah. He's an old man with sideburns, eddig jó, wearing a white suit, and a top hat. Na, akkor vicceljünk meg a mamit. Csókolom. Uncle Giovanni? Oh, signore, you look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as two peas. Perhaps you have some royal blood in you too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, ma'am. He's a doge. Ez jó volt. He's not an actual doge. If you say so, my lord, the doge. Ah, doge. Jó, akkor na most már komolyodjunk meg, és akkor a másikat kéne. Tehát össze volt verve és szemüveget hordott. Meg nem volt valami... Hát próbáljuk meg ezt. Dobjunk fel egy szemüveget. Hát a fene se tudja. Próbáljuk meg kalap nélkül. Ilyen összevert. Make-up-pal. Arcszőrzetet nem ír. Szóval azt levesszük. Utter Rascal.
Igen, NSD-ikája. Hát próbáljuk meg ezt. Hát most miért tennénk rá ilyet? Ilyet meg végkép. Hát próbáljuk meg először így. Lássuk, mit mond. He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. Tehát egy gonosz szemüveg volt rajta. Valóban itt nem lehet átöltözni. Ez akkor egy gonosz szemüveg? Annyira sajnálom, hogy ezeket nem tudom, hogy micsoda. De majd lehet, hogy keresünk valami izét. Tutoriál féleséget, vagy leírást, hát ha van. A szemüveg angulár volt. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear mustaches, but I get your point, ma'am. Tudom, így szerették, csak hallgatók sokan így, hát írnénk valami angulár projektet, ilyen reaktor, meg... Én meg mindig mondom, ó, de jó. Annyira egyedi. Viccelek, amúgy viccelek. Dobjunk fel egy bajuszt. Hát, kinda bajusz. Mert bajuszt mondott. He was also wearing a mustache. Hát, ez bajusz. Ez kétségtelen. Those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Tehát egy beige öltöny volt rajta. Nagyon jó. Ez a beige, ugye? Igen, ez olyan tört fehér. Bár ugye tudjuk, hogy csak 8 szín van, de na mindegy. He was wearing a hat. Didn't I tell you about the hat? It didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. Well, what did it look like? Oh, just a regular hat, you know, black. Tehát egy fekete kalap. Furcsa, hogy megfordul a karakter, amikor úgy elindulok. Kalap, fekete. Hát egy regular hat, de ez meg nem fekete, hanem szürke. Ez meg nem regular hat, hanem top hat. Viszont legalább fekete. Na mindegy, kimegyünk ebbe. Reméljük, ez jó lesz. Ah, it's you! I mean... It's him! It's him! Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, ma'am, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Okay, tehát akkor a... Egyedül az egyenruhát vihetjük el. Jó, rendben van. Okay, akkor ez itt megvan.
Jó, megvan a tolvajnak a leírása. Visszavihetjük Starknak, Constable. Annyira brit. Valami felügyelő, vagy ilyesmi. Bocsa, nem tudom. És így nézett ki. A tolvaj. Jó. Akkor most visszamegyünk a rendőrségre, gondolom. Gomnyomásra kell kimenni. Jó. Hát messzire nem kell menni. Igen. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes, come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Egy side quest. Oké, na akkor irány az archives. Ha megtaláljuk, persze. Hát gondolom nem ez az archives. Ah! Hát akkor egy keresést szeretnék, ja. Jó, hát nézzünk szét. Hát ha pont ez az. Várjatok, azt mondja, hogy válaszunk két bizonyítékot és három keresési feltételt. De most nekünk ez kell. Hú, várjatok, mindjárt megfejtem. És akkor, oké, itt a tolvaj. Mit, hát válaszunk ki valamit. Ja, várj, van help. Hát, ez segít. Tehát releváns dokumentumokat hogyan keresünk. Tehát válaszunk ki a bizonyítékot, ami az ilyen book ikonnal van jelölve. Hát lehet, hogy könyvtáros kellene amúgy Shady Tadri. Ez segítene talán. Olvassuk el figyelmesen, az mondjuk sokat segít. Válasszuk ki a megfelelő keresési kritériumokat. Hármat kell kiválasztanunk. Hát mi lehet releváns ehhez? Tehát van egy ilyen descriptionünk, akkor mondjuk egy subject. Ja, vagy úgy, hogy hát, property crimes például, ha már tolvaj. Mondjuk suspects. És
és hogy milyen bizonyítékunk van. Hát, documentation, keresünk. No information on selected evidence. És akkor most ezeknél a search kritériumokra nincsen, vagy mondjuk ha ezt átkattintom, akkor sincs. Hát mondjuk ez nem violent crime, de... Na nézzük, akkor property crime, mert hogy tolvaj. Subject. Hát esetleg keresünk áldozatokat. Hát ha ők tudnak valamit. De mondjuk van itt egy ilyen, hogy bizonyítékok. Criminal pattern esetleg. Nem, ilyen sincs. Mondjuk akkor ez lehet, hogy az evidence-t kivesszük és áttesszük a districtbe. Hát ha lehetne. Mondjuk itt a környékbe. Itt sincs semmi. Nézzünk smuggling-ot? De mondjuk lehet, hogy ez a bizonyítékhoz nincs semmi. Meg mondjuk ez nem is bizonyíték, ez inkább csak ilyen description, bár mégis az is az. Hát ezzel szerintem nem nagyon fogunk mit csinálni. Na, mondjuk talán már ehhez. Csak olyan fura, hogy... Na mindegy. Akkor ehhez próbáljunk megkeresni. Hát igen, mondjuk ha lopott valamit, akkor azt csempészni is kell, de... Hát én egyelőre maradnék ennél. Esetleg gyanúsított. Itt a környékben. Nincs. De akkor akárhol. Hát nincsen. Oké. Hát jó, csak a brute force az olyan nem méltó. Tehát van egy portré. Tehát, hogy tulajdonképpen most, ha végig gondoljuk logikusan, mit keresünk egy ilyen, nem is tudom, az archívumba, ami hasonlít ez a fickóhoz. De hogyha districtet nem adok meg, akkor az mindenhol keresi. Tehát... ugye többet nem is tudok, tehát pontosan 3-at kell megadni. Nincs semmi az archívumban lehet. Mondjuk az is lehet. Esetleg áldozatok. Sincs. Erőszakos. Kisebb kiágás. Vonasz, semmi nincs. Esetleg szemtanú. Hát tényleg a brute force marad, de... Nincs semmi.
esetleg erre a leírásra tudunk keresni, hogy van-e valami hasonló. Gyanúsító sincs. Az Anchorra, de hát... Csak nem. Crimes. Hát nem, ez... Tehát sima thief, tehát ez property crime. Ugye gyanúsítottakat nem találtunk. Adjunk meg districtet. Hát az se. Esetleg panaszokat, hát ha valaki... Na, várjatok. Na, John már beindult. Johnnak a feljegyzései az zseniális. De csak így konkrétan beszól. Na, olvassuk el a casebookot ismét. De lehet, hogy nem is ez kell, nem is, de alapvetően nem emiatt jöttünk ide. Tehát emiatt jöttünk ide, nem? Mert hogy azt mondta, hogy a anyuka kapcsán volt valami nyomozás. Ja, lehet, hogy tök fölöslegesen nézegettük ezt a tolvajügyet, de majd lehet, hogy visszatérünk rá, csak eredendően ezért jöttünk. Na, olvassuk ezt el. Oké, tehát valaki meggyújtott egy gyertyát, ott hagyott egy zsebórát. Azt tudjuk, hogy a fickó volt. A zsebóra anyué volt, de azért tette oda a fickó, hogy majd mi úgyis megtaláljuk. Jó, voltak lábnyomok, biciklivel érkezett, ez volt a fickó. Egy festő volt, akivel tegnap találkoztunk a hotelba. Jó, szuper. Találtuk ezt a fotót. A biciklin. Jó, és ez volt a hely, ahol festett a fickó. Oké. Jó, itt meg az emlékek a temetésről. De nem teljesen emlékszünk rá, de valamire, valami mégis eszünkbe jutott. Mycroft-tal valamilyen csomagot vittünk. Rögtön el kellett hagynunk Londont a temetés után. De ki tudja miért. Csak néhányan voltak, és nagyon csönd, nagyon nagy volt a csönd. Rövid beszéd. És valamiért a szülők nem egymás mellé lettek eltemetve. Oké. Tehát nem volt nyitva a koporsó, ennyit még megállapíthatunk. Hát ez meg csak a sima izé. Jó, ez a szeánszról szól már. Ez Jones bed, ez megint nem ide tartozik. És egy asztal, igen.
Jó, ez a galicis szál. Na és akkor ez kell, itt van a... Tehát azt írja eleve, hogy ahol van ez a book ikon, azt lehet. Na, úgyhogy erről kéne valami infót szereznünk. There was a police investigation. Na és akkor ezért jöttünk. Oké, és akkor a Grand Serai District. Legalább ennyit tudunk. Help me narrow my search. Oké. Na és akkor mit keresünk? Hát, itt mondjuk lehet, hogy a violent crimes kéne, csak ha már meghalt anyuka, akkor esetleg ez lehet. Mondjuk keressük a áldozatok között. Tehát ez legyen az első, hogy ott a környékben erőszakos bűncselekmények, és hogy esetleg ott van-e. És valami van. Egy üres irattártó. Case of Violet Holmes, 1869. április 9. Stonewood Manor. És nincs benne semmi dokumentum. Egy üres irattartó. Úgy tűnik, hogy tényleg volt egy nyomozás, de minden irat hiányzik. Ez baj. John, I just recalled that we were living here on Cordona, in a manor, and there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Okay, volt egy kis flashbackünk. Meg kéne keresni a házat. Most András, szia, jó estét! Jó a játék egyelőre. Tetszik. Jó, tehát volt a ház előtt egy rendőr, ebbe a emlékbe. Tehát a Grand Serai-ban van ez a Stonewood Manor. Van egy híd, és egy templom a dombon, így a emlékeinkbe. Valahol ott lehet a manor, tehát templom és híd. Hol a Grand Serai? Azt mondja, hogy van egy híd, két híd. Hát... templom a dombon. Hát nem tudom, nézzük meg ezt a hidat először. Merre kéne menni? Persze, égszerté, hogy nem. Oké. Jó. Recepciós. Hát igen, a karakter olyan furán mozog egy kicsit, de semmi gond. Na. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can.
The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermey will show you the ropes. Follow me. Hoo-ha, deshi ora. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Oh, lövöldöz kell. Az mindig jó, megy. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Na, és mi a cél? Az üvegek? Ja, hogy van ilyen izénk. Slow motion. See to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Tudunk bukfencezni. Steady, Sherry. Steady. And go. Hű, neki a falnak. Jó volt? Még egyszer? Ja, tapsol, akkor jó volt. Jó, mehetünk tovább. My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. Uh-oh, Sherry. Yep. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Várjál, mit csináljuk? Aiming so... És akkor most mit csináljak vele? Ó, tehát tanulni kell, és utána lehet letartóztatni. És van egy quick time event. Aha. Na jó, de... I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. The snuff's ready. All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Okay. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Hát jó, rendben van. Well, I must say your results aren't as bad as I feared.
Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Jo, tehát az egy... Cool, I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Okay. Jó, tehát az a lényeg, hogy annyira nem lehet az itt lövöldözni. Jó, rendben van. Vagy pontosabban nem úgy lövöldözünk, hogy nagyon lőjük. Overcome him, don't rush. I couldn't miss the party. I'm coming. Ah, hogy így quick time event, oké, okay. Jó. I couldn't miss the party. Na, dodzsolás az megy. I'm coming for you. Oké, okay, gyakorolni kell. Too simple. Oké, okay, jó. Kezdem érteni. Hol a másik? Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. De... És... Hogy bilincselem meg? De ez már megvan, bilincs. Nem tudom. I will end you. Hogy mi? De ez nem az, hogy már így ártalmatlanítva vannak? Na gyere! Not that easy. Basszus! Meghalunk! És nem. Várja, lehet, hogy le kell lőni róla ezt a maszkot, vagy mit. I can overcome the brute now. Így van. Good day. Bassza meg. I'm coming for you. Azt magát kábította el. Az meg megint nem jó. I couldn't miss the party. Oké. Okay. Jó, megvan. Don't bother moving. The snuff's ready. Jó, oké. Az, hogy világ fölött a bilincs, az, hogy már ártalmatlanítva van. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified okay. crime scene consultant. Nagyon jó. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor?
Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Jó, egyébként ez nyílt meg itt a recepciós, hogy itt tudok ilyen készeket leszedni. És vannak ilyen bandit lerek a térképen. Aha. Tehát térképen most már megnyertek ilyen ikonok, ahol ilyen banditák rejtekhelyi vannak. És ezek ilyen nehezebbek, az mint a fő, nehezebbek, mint a fő sztori. Majd meglátjuk. Rewards you with money. Oké, tehát ezeket ha túléljük, akkor kaphatunk pénzt. Attól függően, hogy mennyire vagyunk ügyesek. És az, hogyha mindenkit letartóztatunk, akkor állokolunk ilyen különleges challenge-eket. Ez oké. Okay. Five ranks. Oké, okay, és kapunk ruhákat. Ilyen unique öltözeteket. Jó, tehát minél nehezebb a bandit lair, és minél ügyesebben csináljuk meg, annál több nyereményünk van. Jó, rendben van, szuper. Oké, és itt a casebookban most akkor van ilyen case. Több is. És akkor gondolom ezeket tudjuk elkezdeni nyomozni. Vagy hát ez egy kész pontosabban, igen. Jó, egyelőre maradjunk itt a main storyline-nál, és akkor próbáljunk meg megkeresni ezt a manort. Aztán esetleg, ha útba esik, akkor megnézzük. Rémo, köszönöm szépen. És üdvözlöm Verdet. Jó, rendben van. Na, hát akkor ezt nem tudom, hogy térképen. Golden Eel Bar. Fú, az eel az a angolna talán. Ha jól emlékszem, de majd mindjárt rá googlizik valaki. Scarlet Street a Szezám utcától nyugatra. És ők a gyanúsítottak. Ja, előállították a gyanúsítottakat, és további nyomozást igényel a dolog. És akkor itt vannak a tanúvallomások. Jó, megnézzük majd ezt is. Meg majd, hogy hova kell menni, de hát gondolom akkor ide az aranyangolna bárba. Jó. Útba esik-e? Az a kérdés. Old City, Scarlet System, szerintem az pont nem fog. Mert mi ide a Grand Serie-be megyünk, ez meg az Old City, mi meg itt vagyunk, úgyhogy ez abszolút nem esik útba. Viszont itt van egy bandit lair a közelbe. De egyelőre menjünk a menorhoz. Jó, itt egy híd. Elmegyünk ahhoz a hídhoz. Már azt mondta, hogy egy híd rémlik neki, meg egy templom. Na, gyerünk! Hát igen, ó, és beesteledett. Különböző napszakok is vannak, ez igen. Mondjuk az a Zeppelin az mindig ott van fönt. De nem baj. Jó, nem lehet velük beszélgetni, a lovat nem lehet használni. Hát akkor gondolom... Ah, és itt a fast travel. Oké. Akkor fast travelünk. Mert hogy a híd az itt lesz. Mondjuk van egy sanda gyanúm, hogy nem erre, de mindegy, meglátjuk.
Jó, itt a híd. Ez eddig szuper. Mondjuk lehet, hogy nem éjszaka kéne keresgélni, bár... Na várjátok. Hogy nézett ki? Jó, megpróbálom megjegyezni. De hogyha pont ez az épület, hát igen, X-et én is pont ezt nézem, hogy megpróbálok ide följönni. Lul. Szerintem ez lesz az, én azt gyanítom. Nem tudom, ti mit mondtok. Joe, hey, Marit, Sherry, there's post here, and it seems as if the letter was delivered recently. Levelünk van. Ez a Mycroft-tól érkezett. Valamiért Mycroft le akar minket beszélni arról, hogy folytassuk ezt a dolgot. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. Na nézzünk szét. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Azt mondja, kisebb, mint amire számítottam. Mint amire emlékszem pontosabban. Hát... Basszus, azért nem kicsi. Na, nézzünk szét. Ott az mintha egy melléképület lenne. Van itt egy ilyen kis madáretető. Itt egy fickó. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Egy kard. An irreplaceable tool for catching a thief. Kétségtelen. Oké. Itt a zsákmány. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Tehát ez lopta el a gyanúsított. Oké. Mi van még itt? Ami érdekes lehet. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Okay. Jó, tehát ezek a gyerekkori játékok. Rendben van. 14K. Gratulálok, Shedit Adri. Szép kerek szám. Okay. Narancsot most nem eszünk. Nézzük meg azt a melléki. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. Hmm. It
stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Try to recall that memory about the policeman, Sherry. Concentrate. Okay. Na, koncentrálunk. Csak kérdés, hogy hogyan. A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Jó, hát akkor ez csak valami régi emlék. Nem olyan érdekes. Hát valahogy, hogyan, valahogy vissza kéne idéznünk ezt a rendőrös emléket. Hát csak nem tudom pontosan, hogy már nézzük már meg a casebookot. Jó, itt a levél tesótól. Akkor pin evidence. Aha. Á, így oké. A rendőr. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. Oh. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? I bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Oh. Did someone come out to investigate all the commotion? Tehát valahol betörtünk. Ha. Ez érdekes. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Tehát a tesóval el kellett erről beszélgetni, hogy mi is történt. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. Felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Oh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha. In we go. No. Okay, tehát nem azért volt mérges a tesó, mert betörtünk valahova menni, hanem mert elkaptak. Home sweet home, Sherry. Hát azért egy ilyen kulipintyóba el lehet lenni. Na, nézzünk szét. Itt egy cetli. Ah, volt egy árverés. And I was wondering why it's so empty in here.
There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Tehát elárvereztek mindent. Jó, tehát vannak ilyen traderek, árusok, akiktől vissza lehet szerezni a cuccainkat, a bútorainkat. Ja, ezek csak hogy milyen ezek vannak. Itt van például ilyen ruhaárus. Jó. Oké. Térkép tutoriál annyira nem kell. Azon azért el sikerült tájékozódni. Jó, nézzük, hogy itt mi van. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Akkor itt megint valami emlék. Van esetleg? Hát ez most nem ide tartozik. Jó, hát mindegy, menjünk tovább, majd lehet, hogy később ide is be tudunk menni. Nézzünk szét. Hát igen, egy pár könyves polc mindenképp, egy labo, egy dolgozószoba. Hú, de jó lenne. Várjatok már. Úgy mászkálok itt, mintha ismerném a helyet. Szivar az van. Kis boros szoba. De jó. Oké. Jó. Menjünk fel. Gondolom. Ah, itt van egy nagy bőrönd. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Aha. Itt egy esernyő. Gondolom. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Oké. Okay. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Oké, akkor újabb emlékek törnek ránk. Így van. Na. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Oh. Csomagot van. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Hát az mondjuk tényleg nem kevés csomag. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Oké. Okay. Tehát akkor össze kéne rakni a dolgot. Aha. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Itt akkor egy sorrend kell, ha jól sejtem.
Tehát ugye bejöttünk. Ja jó, nem, jó, persze, persze, már emlékszem, hogy hogy voltam ott is. Jó. Tehát itt van egy fickó, aki leteszi a kalapját. Oké. Jó. Azt hiszem. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Hogy volt, várjatok. Tehát Mycroft foglalkozott a csomaggal. Jó, a anyukának nagyon megterhelő volt az utazás, és én segítettem neki. Viszont a kaland nem Mycrofté volt, hanem valaki másé. Jó, hát anyukát fölsegítettük, de mi segítettük föl, nem? Ezek mink vagyunk? Hát lehet, hogy így, gondolom. Jó, itt volt egy fickó, ezt még nem tudjuk szerintem, hogy ki. És a csomagnál meg szerintem ő, igen, Mycroft van. Hát talán így. Talán így. Vagy ezek, ez... De ez Mycroft, nem? Kipróbáljuk. Igen. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Tuberkulózisa volt a anyunak. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Tehát Otto Richter volt a... Richter... Na, tehát ő volt az orvos. Zedded neighbors... Tehát, hogy a szomszédok elhiszik, hogy Violetnek TBC-je van, akkor lehet, hogy nem is volt, mert Sherry meg azt mondja, hogy sose emlékezett, sose hallotta köhögni. Jó, és akkor kinyílt az ajtó. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Mhm. Ja, akkor nem is ez az ajtó nyílt ki, hanem a fönti. Na, hát akkor gyerünk föl. Nézzünk. Szét fönt is. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Frivolous. Menjünk fel a szobába. Csak nézzük be a körbe, nem? I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Hát zongorázni nem tudok. Ó, itt van még egy ajtó. Mondom, hogy ez is kinyílik. Jó, és akkor itt van ez az ajtó, ami kinyílt. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Hmm. Oh, it reminds me of our neighbor.
He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Mindjárt bemegyünk a Mind Palace-be is. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. A régi játékok. An artifact from Palau carved out a bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Huh? Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Dehogy minek. Okay. The first chemical laboratory I ever made. Oh. I almost miss its elegant simplicity. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. How does that seem? Oh. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Interesting. What's that over there? Huh. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. Az bizony valami kulcs. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Na jó, itt a... Ja, még ezeket megnézzük. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Need to repeat this one day, but with bullets. VR. Oké, na nézzük meg, hogy mi is a helyzet. Oké, hát ez csak ugye az emlékek. Ugye, hogy jöjjünk fel ide a hálóba. Jó, ez az, ami úgy néz ki, mint egy kulcs. Itt pedig van egy challenge Johntól. Hidden treasure somewhere in our room. Oké. Okay. Jó, ezt mindjárt kipineljük. Jó, itt a auction. És itt akkor az emlékek. Jó. Na, itt akkor mi a helyzet? Na és akkor itt már lehet összekötögetni. Hát igen, Shadit Adri. Valóban elvetemült alak. Na, tehát van egy képzeletbeli barátunk, John. Hát nem biztos, hogy ezek még annyira kapcsolódnak egymáshoz, persze. Ó, közben most nézem, hogy Lich E. Köszönöm szépen a hostot. Köszi szépen, most vettem észre, ne haragudj. És üdvözlöm a kedves nézőidet is, és téged is. Bocs, hogy nem figyeltem, csak annyira bevonzott a játék.
Na, nem biztos, hogy ezeket még itt össze tudjuk kötögetni. Mert az, hogy most anyu tuberkulózisba hunyt el, és hogy nincs tuberkulózis, ez egy ilyen misztikus dolog. Annyi a lényeg, hogy a Mycroft eltitkolta, hogy miért halt meg, és hazudott, amikor azt mondta, hogy TBC-ben. Ez eddig oké. Okay. De hogy ezek kapcsolódnak egymáshoz? Hát nem hiszem, miért kapcsolódnának. Ja, jó, oké, értem. Jó, tehát itt van egy családhoz közel álló valaki, aki talán tudhat valamit. És akkor ez a casebookba is megjelent. Hát itt egyelőre még sok a loose end, de mindjárt megnézzük. Nézzük a casebookot. A görög híd mellett lakik a illető, a fickó. És gázballonok vannak a kertjében. Jó. Na ezt próbáljuk már meg. Szerintem ez nehéz. De... Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Megpróbáljuk. Was his name Theodore? Theodore Gildon, perhaps? It's the perfect time to investigate. Jó. Na, de hova való a kulcs? És azt mondja, hogy hidden item in our room, tehát biztos, hogy itt van valahol. Hát, nem biztos, hogy megtaláljuk. Hol is? Hogy is van a... Hát... Esetleg... This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ha ti láttok valamit, nyugodtan szóljatok. Hova lehet jó ez a kulcs? Hát a szekrénybe, nem? De ezzel nem tudok mit csinálni. És hogy lehet... hát nem tudom, Sherit Adri, ez gyanús nekem. Csak hogy tudom... Érted, mit szeretnék? Mert szerintem az odavaló az a bigyó. De csak nem tudom, hogy hogy tudom beletenni. Mármint, hogy elővenni. Mármint, hogy... Na, tehát azt a kilincset, vagy mi a fenét, ami... Ezt hogy tudom elővenni? Mert ott van a cucc, amiben be lehetne tenni azt a kilincset, ami amúgy egy kulcs. Csak nem tudom, hogy lehetne.
találtok, itt volt, ugye? Tanácstalan vagyok. Hát nem igen van, mert itt... csak a küllemmet tudom állítani. Vagy ezzel tudok? Mondjuk ez viszont akkor lehet, hogy... Ah, jó, akkor ez másik quest. Jó, értem. Tehát kijelölöm a... Oké, másik quest, bocsánat. Akkor az a rejtett dolog, az biztos, hogy más. Tehát az egy másik... értitek? Hidden treasure somewhere in our room. És akkor valószínű ez fogja megtalálni. Talán. Perfect match. Egy pipa. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smelt like home. Made of cherry wood, father's favorite. No. Hát ez Faternak a pipája. Gondolom. I knew you'd find it in no time. Na, akkor ez az. Oké, meg is van a hidden treasure. Ja. Jó. Hirtelen nem volt világos, hogy hogy tudom elővenni, de végül is ki kellett pinálni, és akkor elő tudtuk venni. És akkor megvan a item. Szuper, szuper. Jó, hát... Oké, akkor gondolom, ezzel megyünk tovább. De még lehet kicsit körülnézünk. És akkor itt van a Fater pipája. Nagyon jó, szuper. Már is hidratálok, csak hozok tehát egy pillanat. Vagyok. Az lenne a vagány, hogy egymás után rákérdeztek és más választ adna. Majd lehet, hogy meg is csinálom. Csak nem a teához, hanem a köszönéshez. Már lehet neki köszönni, ugye, Sziával. És majd mindig beírok pár ilyen, ilyen 10-15 válasz lehetőséget. És akkor majd random választ. Na, jó, rendben vagyunk. Akkor körülnézünk még itt a házba, de akkor valószínű ezzel kell majd tovább mennünk. Kambli, amúgy van ez a 300 óra szabadidő érdekel? Mert simán megcsinálom, csak...
Na, nézzük meg, hogy erre mi van még, mert... Ja, de itt is voltunk, itt van a kandalló. Ja. Viszont ez az ajtó még nem nyílt meg. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Oké, akkor ezzel kéne folytatnunk. De lehet, hogy ezzel most nem tudjuk. Hát könnyen lehet, hogy ezt most nem fogjuk tudni. John? I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Tükörbe nem látszódunk. Az a baj XRT ezzel, hogy itt futnám lokálba a bot. Tehát ha kikapcsolom a gépet, akkor nyilván a bot se fog menni. Szóval... nem tudom, hogy okos dolog lenne föltenni egyetemi szerverre. Lehet, hogy rám szólnának. Jó, kimenni nem tudunk. Akkor elvileg ezt az emléket... most nem tudjuk megnyitni. Pontosabban azt az ajtót nem fogjuk tudni most még kinyitni tán. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. XRT így van. Igen. Ez így van. Nem, azt most nem fogjuk tudni szerintem kinyitni. Mert itt nem ad semmi. Semmi lehetőséget rá. Lehet, hogy az majd később lehet csak. Na jó. Akkor lehet, hogy megyünk tovább, mondjuk az az ajtó sincs még nyitva. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, valószínűleg ezeket később lehet majd csak kinyitni. Jó, hát más készünk meg nincs. Mind Place-be semmi. Újdonság. Ez rendben van, és akkor meg kéne keresni ezt a családbarátját. Hiányzott a jobb kezén a kis új. Oké, tehát a Greek Bridge mellett. One of the neighboring houses. Akkor itt lakott a szomszédban. A híd mellett. Ó, és közben felkelt a nap. Hát abba a házba nézzük meg akkor. Gondolom. Kis új szálláson? Igen, az lehet. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Hát itt valami történt. Nézzük meg. Destruction and trampled ground. Fölborította a cserepeket. Hű, baszki. Majd bocsánat. Hát nem nézel ki jól. Uff, a contortionist you were not.
disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A belt from a dressing gown. Curious. A kneecap reduced to splinters. Okay. No, one ain't me, one on me. Nem igen látok mást. Cipője mondjuk nem rossz. Férf volt. Hát az addig nem megy el a dolog. Missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilder. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Jó, hát ő volt a családbarátja. Akkor nézzünk szét. Itt egy laszti. An amount of attention that most can only dream of. Sok-sok gyerekjáték. Egy ilyet akarok én is. Na nézzük. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Egy felnőtt elefánt volt. Minimum 2 tonna. Oké. Poke the elephant with this. Really? People are hopeless. Miért szúrnád meg az elefántot ezzel? Vagy úgy bármivel. Pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. A strong pull broke this leash. Leash had Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Hogy kell képet? Így. Thief. De nem így. Menjek közelebb? Ja, erről. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Okay, szóval itt egy elefánt lakott. Volt sok dinnyéje. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Jó, hát nem tudom, hogy van-e itt még valami. John. This is quite comfy. Örülök neki. Jó, hát... Góliátnak hívták az elefántot. Na hát, mi meglepő. Akkor... nem tudom, nézzünk be esetleg, hogy bent van-e valami.
Hát... nézzük meg akkor a kést. Jó, tehát a kapu belülről tör ki, de gondolom az a külső kapu, szerintem az elefánt megindult. Jó, tehát azonosítottuk, hogy ő Theodore Gilden. Oké. Jó, tehát gondolom valamivel baszogatták az elefántot, és megunta, és kitört. Oké, ez eddig semmi különös. Megvan a lábnyoma, vagy új lenyomata, ugye? John emlékeztetett minket egy újságcikkre a gyerekkorunkból, amikor először láttunk elefántot. Tehát megnézhetjük az archívumba. És akkor most mehetünk szerintem majd oda, ugye, mert itt van a kis olvasós izé, de ez Johnnak egy ilyen challenge-e, és mehetünk oda az archívumba olvasni. A archívum, mondjátok már oda az újságos izébe, Chronicles-ben a... Jó, de egyelőre még itt van nekünk dolgunk, legalábbis úgy gondolom, hogy itt még nem mindent fedeztünk fel. Srácok, a gépem nem bírja ezt a nagy terhelést. A royal suite for a favorite. Lehet még kint van valami, amit nem vizsgáltunk meg. He was certainly under pressure. Rettenetes volt. Jó, menjünk kintebb. Coal gas tank, enough to pump up an airship. Hoppá! Itt valami történt. Egy kés. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. De nem volt túl éles, ha jól értettem. Tehát valaki elvágta ezt a vezetéket. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Oké, itt valami történt. Valaki mahinálta ezt a dolgot. Hog Heaven. Az igen. Jó kis... Hey, na hát, ha most már megtudunk valamit, ezt megvizsgáltuk, itt csak annyi, hogy fel van borígatva. Ja. Na.
mer än info ovan. Okay. Jó, ezt meg majd megnézzük máshol. Na nézzük. Oké, tehát eléggé kapta az áldozat. Sok sérülés, ami végül is halálosnak bizonyult. Egy felnőtt elefántot tartotta a birtokán. Hát ez nem mindig jó ötlet, maradjunk annyiba. Illetve van itt egy kés, ami a shed mellett volt. Hát igen. Na, tehát a kettő, ez gyanús, hogy összefügg. De ezzel még nem nagyon tudunk mit kezdeni szerintem, mert hogy ugye itt még valami hiányzik. Kérdés, hogy ezek a sérülések, ezek mind a elefánttól vannak-e? Várjátok csak, mintha valami furcsaság lett volna itt. Igen, valamkit elesett. Beütötte a falat, és elejtette a kést. És valaki nagyot esett. Érdekes. Na. Próbáljunk meg rekonstruálni az eseményeket. Mi történhetett? Hát akár. Aztán kijött az elefánt. Hát... Oké. Talán. Nézzük meg itt az utolsót. Itt az elefánt lelépett, azt tuti. Úgy volt vele, hogy elég volt ennyi. És amikor áttört a kapun, akkor ez a fickó, legyen ez bárki, ez neki esett annak a falnak. Hát nem is tudom, talán. Amúgy nem tűnik rossznak, nézzük meg. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Jó, hát nagyjából ez történt, az mondjuk még nem derült ki, hogy ki volt ez a másik fickó, aki neki esett ennek a falnak. Jó, hát trekkelni most nem így tudjuk, de nézzük meg, hogy mi derült még ki. Hát igen, mondjuk egy elefánt azért elég nagy feltűnés kelt, tehát nem mehetett messzire. Jó, és akkor próbáljuk meg
infót szerezni erről. Talán itt láttak valamit az ácsorgók. Could you help me? I can't help you with that, sir. Eureka? Help me, please. Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Szeretem, amikor Johnny így rám teszi a nyomást. Na jó, de... Tehát, hogy... Ja, nem ezt akartam, hanem ezt. Ja, lehet, hogy van új info. Oké. Na, ezek viszont szerintem összefüggenek, tutira. Oké. Hát nem tudom. Messzebb nem vagyunk egyébként. Nézzük a casebookot. Jó, hát itt ha pineljük, akkor lehet, hogy a... As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. Na jó, de... Tehát most összegyűjtöttünk minden bizonyítékot, de ettől nem lett több infónk, szerintem. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Oké. Okay. Tehát átment a hídon. Ez olyan, mint egy vicc. Ismerd azt, amikor az elfent átmegy a hídon. Jó. Az erdő fele. Oké. Okay. Jó, hát akkor gondolom, követnünk kéne. I'm so sorry. I can't help you, sir. What's happened? Aha, tehát itt át a hídon. Gondolom ez a Greek Bridge. Így van. Oké. Okay. Tehát valahol erre van az elefánt akkor. És akkor gondolom, menjünk utána. Jó, nyomok nincsenek, hát akkor megyünk. May I ask for your assistance? I won't help you, sir. Hát akkor... Te? Can I ask you a question? I have nothing to hide, sir, but... I've never heard of this. Tehát jól értem. You haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Senki nem látott egy elrohanó elefántot. És akkor itt hol van erdő? Hát mindegy, valamerre erre. Hát itt nincs elefánt. Ó! Oh. Na. Na. The elephant barged into this cart of olive oil.
What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Az ennyi átment ezen a olívaolajat szállító kis kocsin. Hát kár a sok jó olívaolajért. De azt mondja John, hogy hát ha valahol elcsúszott. Hát már mehetett. Heinz Ögan? Hát... Próbáljunk meg erre. Oké. Ez mi? Ah. Itt egy nyom. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Okay, erre jövünk. Nem tudom, ha megtaláljuk, mi lesz, letartóztatjuk, vagy... Erre nem tudott eljönni, ugye? Nem. Akkor erre tovább. Csak nem vesztettük el. Ez mi a jó? Hova kerültem? Hova? Szerintem én most teljesen rossz helyen vagyok. Ez mi? Ó, közben Acsi. Köszönöm szépen a szubot. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Majd kipróbál, majd lehet, hogy a játékod menni fog streambe. Már hogy a projekted. De majd még beszélünk róla, jó? Mert tetszett amúgy a koncepció. Szerintem én visszább megyek. Mert nem jó helyen vagyok, szerintem. Hogy lehet elveszíteni egy elefántot? Na, itt még megvolt.
Oké. Arra ment tovább. Oké, itt erre. Jó. Itt le kellett volna kanyarodni az előbb. Jó. Tehát a elefánt ide bejött a vízbe. Hát gondolom mi is bejöhetünk, nem? Hát, vagy nem. Hát, lehet Sherlock nem tud úszni amúgy. Semmi gond. Megyünk újra. Visszaspónoltunk a... Várj, erre? Nem, bocsánat, amarra. Igen, összekavarodtam. Ja, igen, itt van az olajos, olívaolajos kocsi. Fú, minden olívaolaj kifolyt. Ez... Opa. Jó, megyünk az elefánt után megint. Erre. És itt. Itt jött be a tóba. Na jó, és akkor ezzel most mit csináljak? Ó! Itt egy köntös. Strange. It was hung with care. Egy kulcs. The game has escaped us, for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Tehát ezt a levelet a Theodore kapta. Tehát milyen fa? Tehát azt mondja, hogy az a fa, amit... Tehát az valami hetszelés, vagy ilyesmi, nem egy ilyen, hogy a béke jeléül adta. Hát igen, mondjuk itt írják is, hogy nem biztos, hogy okos dolog, hogy ő maga képzi ki az elefántot. Hát igen, ez egy okos ember volt, mert javasolta a fickónak, hogy hát nem nagyon kéne erőltetni ezt a elefánt kiképzést.
Jó. És akkor itt elvileg más dolog már nincs is. Aha. Ja. Jó, akkor a vízzel nem nagyon birkózik meg a játék. Na nézzük, hogy mi a teendő most. Itt van egy kulcs. Ez... Theodore Gilden dressing gown. Oké. Jó, hát ezt itt találtuk a kulcsot. És lenne tudni, hogy hova való. Jó, az elefántot nem tudjuk tovább kergetni, úgyhogy akkor ezzel kell foglalkoznunk. Jó, itt van a levél. Oké, és akkor ezzel mit csináljunk? Menjünk vissza a házhoz. Lehet, hogy ez a kulcs nyitja a házat. Mert ugye emlékeztek, ott be volt zárva az ajtó. Lehet, hogy ez nyitja. Megpróbáljuk. És ott van a hőlégballonja. Köszönöm. A rendőr mit keres ott? Na mindegy. Oké. És akkor ez a Gilden Manor. Birtok? Nem birtok ez. Itt aztán van mindenféle szajré. This young lady has a childish interest for her age. Hát Istenem, ez van. Gosh, what a mansion. Hát, elég jó kis házikó. My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did he kill him? Did he kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you. Find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs.
I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Hát ne okoskodjunk, most hát meg az apja. That is a terrifying experience, Miss Gildon. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gildon. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life. And it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Mert már van bizonyítékunk. Na nézzük. Hát ez most mondta el. Ez volt a folyamat, ami történt. Hát esély nem, hogy olyan sokat segít. Nem, ez volt az, ami történt. Oké. Okay. Hát ez esen, hát nem tudom. Hát mondjuk ez az, hogy követtük, talán ezt lehetne hasznosítani itt. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, már mit most per pillanat. Ez meg csak leírja, hogy mi történt. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean. Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal. As if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Hát, ha erről tud Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Mm-hmm. Jó. I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside. But I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Okay, jó. Tehát különösebben nem segített nekünk. Hát most nézzünk szét itt a szobában, nem furán néz neki. She packed as much as she could carry. Oh. Tehát összecsomagolt a csaj. False idols, oh, sounds utterly dreary. Az gyanús. Elloptuk a könyvét. Itt még valami. Nem látok semmi. Ah. Oh. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales.
Hey, Sherry, we need to talk. No. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Jó. Tehát itt akkor... Hát még ezt megnézzük. A commendable effort to barricade the windows. De miért... Hogy ne jöjjön be az elefánt, vagy... Jó. Hát itt akkor nagyon más, nem tud... I have to leave you for now. Nem nagyon tudunk csinálni szerintem. Hát olvasgassunk. Jó, itt van Imogennek a tanúvallomása, hogy mi történhetett. Jó. Oké, szerinte Goliath veszélyes, de nem agresszív. Senki más nem látott ott a helyszínen. Ez gyanús. Tehát utazni akart. Ezt a fene se tudja, hogy miért. Jó, itt egy kép. Erről lehet, hogy meg kéne kérdezni, hogy ez micsoda. Jó, hát Joe meg megkért, hogy ezt a könyvsorozatot, ezt gyűjtjük össze. Lehet, hogy akkor rá kéne kérdezni erre a képre. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map, if you need to meet him. A yachting champion? Oh, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Mm-hmm. Jó, akkor itt van új info. Hát, kérdezzünk rá erre is. Erre biztos rá kérdezünk. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Hát sokan nem segített. Még esetleg erre kérdezzünk rá, hogy... These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Jó, tehát valahova el akartak menni. Mindegy, új életet kezdeni. Jó, hát itt gondolom a könyveket nem találjuk meg. Mert majd azt akkor csak kéne keresgetni. Hát, nézzünk még szét, nem tudom, hogy ide be tudunk-e menni. Az igen.
Itt valaki ült. The nicest spot in the room. Mr. Gildon spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Mindenféle könyvek, egy kép. Hová? Mother. It's nice to see her young and smiling. Oh, ez az anyuka. From before Mycroft was born. Our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. Oké, okay, tehát van egy közös képük 1848-ból. Oké, okay. Na nézzük, mi van még itt. What's so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Hogy is volt? Oké. Okay. Így már jobban sikerült. Mi ez a... Ez rettenetes. Hát hogy, hogy néz ez ki? Ott az ujja. A relatively functional choice to replace the finger. Oké. Okay. Ez nem tudom mi. Ami parfüm. Ez is elefántos. Itt minden elefántos. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? Egy kép. 1868-ból. A kislány. I think Miss Gildon has barely matured. Szivar. Azt nem vehetjük el. Itt egy másik kép, 1877-ből. Az elefánt. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Oké. Okay. Na mi van még itt? Oh. Egy újságcikk. Ah, tehát egy cirkusztól vásárolta egy indiai elefántot. Ó, tehát tulajdonképpen megszabadította. Vagy hát ki akarta szabadítani a cirkuszból. His second child, an apparent son and heir, I'd say. Na, valami itt valami nyom. Én nem igazán látok semmit. Ez rettenetes. Jó.
Valami okos. Looks eccentric and smells eccentric. Hát igen, ez kétségtelen. Hát itt más nem látok. Lehet, hogy akkor a jachtklubba kéne mennünk. Erre még rákérdezhetnénk, hogy mi ez az Ivory Bass. Esetleg ezt a Wild Bass, de mondjuk nem biztos, hogy ennek van értelme. De erre az Ivory Bass-ra megpróbálok rákérdezni a csajnál, hát ha tud valamit. Emer. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Mm-hmm. Arthur Swift. Honnan ismerős ez a név? Oké, hát esetleg még erre rákérdezhetünk. And which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional amber grease. Well, that's true entrepreneur spirit. Mi a... Jó. Oké. Na, elvileg... Ezek ugye frissültek, ez rendben van. Jó, lehet, hogy itt kell olvasgatnom majd. Lehet, hogy a városházán. Ugye itt egy másik, ezt a Chronicles-nél. Itt ezt a könyv trilógiát össze kéne gyűjteni. És ennek kapcsán van még valami dolgunk. Pár dokumentumot összegyűjtöttünk. Ezt a képet. Esetleg erre még benézhetünk. Hát nem hiszem, hogy ez kapcsolódna. Nem. Nem. Itt még most nincsen semmi újdonság. Mint hogy van, csak... mondjuk az, hogy gyanú, az már gyanús, hogy ezt az Arthur Swiftet kitették a tervükből. Tehát ez lehet, hogy felbosszantotta, szóval lehet, hogy itt még lesz valami. Valamint még lesz. Oké. Jó. Na. Viszont, ami lesz, azt már nem ma fogjuk megnézni, hanem egy következő alkalommal, mert már későre jár, úgyhogy... ezt itt el is mentjük. És akkor folytatjuk majd, még most nem tudom mikor, de mindenképp fogjuk folytatni. Várjátok csak. Oké, szóval mindenképp fogjuk folytatni, csak még nem pontosan látom, hogy mikor, az se kizárt, hogy hétvégén
egyébként, mert lehet, hogy lesz egy kis időm játszani. Fogom majd még írni, megmondani, de mára tényleg álljunk meg, mert kezd nagyon este lenni. Holnap meg, ugye megyek órát tartani, ráadásul a hallgatók védenek, szóval oda kell figyelni, koncentrálni kell. Továbbra is nagyon jó a játék, nagyon jó ez a nyomozósdi, nagyon érdekes, izgalmas, nekem nagyon tetszik, úgyhogy fogjuk folytatni. Viszont mára megköszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, köszönöm a hostot, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Hát Shadit Adri lehet, hogy az lesz. Lehet, hogy az lesz. Majd meglátjuk még addig, hogy lesz az a hangulat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Legyen további szép estétek, további kellemes hetetek. Sziasztok!